Köszöntök mindenkit, én Streki vagyok, és elérkeztünk hát csomó dologhoz. 24-e van, szenteste, megkezdjük a karácsonyt. Én már tök jó hangulatban vagyok, itthon már mindenki, Dóri is, már tökre átéreztük ezt a karácsony feelinget. Reméljük, hogy ti is így vagytok ezzel. És elérkezett az a nap is, amikor kisorsoljuk a már megígért nyereményeket. Ugye nem is olyan rég, egy-két hete volt egy nyereményjáték a csatornán, amely 3 encore meghívóért zajlott. Meg kellett osztani a videót, illetve bérni, hogy megosztva. Na most többen csináltatok, mint amire számítottam, ez nagyon jól esett. És ugye ezt a nyereményjátékot azért hirdettük meg, mert elértük a 70 feliratkozót, és képzeljétek el, hogy azóta már 81-en vagyunk, ami rohadt jó. Tehát, hogy tényleg tök jól haladunk, ez nagyon szuper érzés, ez a legjobb karácsony ajándék nekünk tőletek. Nem is kérhetünk többet igazán. Köszönjük szépen. Tehát így már átléptük a 80-at, és több mint 20-an megosztottátok összesen a videót, sőt szerintem inkább ilyen 30 körül volt, és ezért is nagyon hálásak vagyunk. Én ma már többet nem fogok jelentkezni, mindenkit arra buzdítunk, hogy karácsonyozzon egy jót a családjával, vagy hogyha már esetleg egyedül van valaki, vagy külön él, akkor töltse el kellemesen nyugodtan a karácsony első napját, vagy hát a szentestét. Azonban holnap után, tehát 26-án, igen, az 26-a, fogunk jelentkezni egy jó kis karácsonyi játékkal, és egy ilyen vlogos, beszélgetős, tázós kis ünnepi hangulatú videóval. Ezt szeretnénk, hogy azért mi is kedveskedjünk nektek a meghívók mellé. Azonban térjünk is rá a lényegre, ugye amiért ez a videó most van, a 3 darab encore meghívóért. Random kisorsoltuk, tehát így bedobtuk egy ilyen random sorsológépbe ezeket a neveket, illetve hozzászólásokat, és így kidobott 3 nevet. A 3 elsőt, amit felül Isten, azokat osszuk ki. Hát azt gondolom, hogy igen, tehát először is úgy szeretném, hogy most elmondom a neveteket, akik megnyerték, és ez alá a videó alá írjátok be, hogy itt vagyok, és ez az e-mail címem, és én oda elküldöm nektek a meghívót. Tehát csak úgy tudom elküldeni, hogyha megnézitek ezt a videót, és beírjátok alá az e-mail címeteket, mert azért így fejből én sem tudom, hogy hova. Tehát, hogy azt szeretném, jó? Különben nem fog menni. Tehát, akkor gondolom már izgultok, lássuk is a 3 nyertestének, amit megvan nyitva egy dokumentumban, szépen fel is olvasom. Az első nyertes, és egy encore tagság jövőbeli tulajdonosa, az Kerekes Nándor nevű hozzászóló. Köszönöm szépen, hogy megosztottad, köszönöm, hogy részt vettél a versenyen, nagyon jól esett, és így tiéd egy encore meghívó a 3-ból, és boldog karácsony neked. A második az AT Studio nevű hozzászóló. Ti is, vagy te is, nem tudom, hogy többen vagytok, vagy egyedül, nyertél egy encore meghívót, köszönöm a részvételt a játékban, és neked, és azt kívánom, mint az előző versenyzőnek, hogy boldog békés karácsonyt. És a harmadik doppergés... A harmadik győztes pedig Tohai Dávid. Neked szintén köszönöm. Örülök, hogy részt vettél a játékban, és neked is, mint az előző kettőnek, boldog és békés karácsonyt, illetve az összes többi résztvevőnek. Sajnálom, hogy mindenkinek nem tudok kiosztani egy meghívót, pedig az lenne a legjobb, igazából a legjobb, hogyha karácsonyra mindannyian kapnátok. Ne haragudjatok, ez most csak egyenlőre ennyi, de köszönöm mindenkinek határtalan végtelen köszönettel a részvételt. Nagyon jól esett, hogy ennyien voltatok. Remélem itt maradtok ettől függetlenül. Lesznek további nyereményjátékok, lehet, hogy lesz még encore meghívó is, de biztosan lesznek más egyéb tök jó dolgok. Nem szeretnék ebből mondjuk heti rendszer, de lehet, hogy 1-2-3 havonta lesz nyereményjáték, ha vevők vagytok rá. Ugyanis nagyon szeretek ajándékozni, és szeretem, hogyha itt vagytok, és tudok nektek adni a videókon kívül esetleg egyéb, akár mondjuk személyes dolgokat is. Azt hiszem nem is rabolom tovább az időtöket, menjetek, egyétek a csirkét, pulykát, halat, halászlevet, beiglit, ami van. Szaggassátok szét az ajándékokat, vegyetek nagyobb monitort, kapjatok nagyobb monitort, hogy jobban tudjatok nézni. És remélem, hogy mindenkinek kellemesen és békésen fog telni ez a pár nap, illetve a két ünnep közt találkozunk, és akkor el fogom mondani, hogy boldog új évet is nektek. Köszönöm, hogy velem voltatok, egy tök jó év, igazából az első évünk együtt, és azt most lezárjuk, és belépünk egy újba. Már több mint 80-an, nekem ez nagyon jól esik, és tisztára elérzékenyültünk itt. Köszönjük szépen, hogy velünk vagytok, reméljük még többen leszünk. És így végszónak annyi, hogy
akkor írjátok le az e-mail címeket, ezt a győzteseknek mondom. És annyi, hogy boldog békés karácsony nektek. Találkozunk 26-án, aztán két ünnep közt és jövőre. Köszönöm, sziasztok!